Az erőmű ugyanis ennek a térségnek valóban az egyik legfontosabb gazdasági szereplője, legfontosabb munkaadója, számtalan embernek, családnak a megélhetése függ az erőmű jövőjétől. Az elmúlt években többször tettem látogatást egyébként az erőműben. Volt olyan alkalom, ahol maga Kepi Lajos képviselőtársam is velem tartott, és amit ott tapasztaltunk, az mindig megnyugtató volt. Mindig azt tapasztaltuk, hogy a menedzsment szakmai alapokon működteti az erőművet, a vezetés felelős, stratégiai tervezés történik a jövőre nézve. Két héttel ezelőtti sajtótájékoztatóján elhangzottakra szeretnék rákérdezni. Idéznék öntől, akkor azt hangzott el, hogy az elmúlt években többször tettem látogatást a Mátrai erőműben. Volt olyan alkalom, ahol Kepi Lajos is velem tartott, mindig megnyugtató tapasztalatokat szereztem. Ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy az elmúlt időszakban, mondjuk az elmúlt 4 évben, mikor járt ön a Mátrai erőműben? Elég, hogy csak évszámokat. Hát most nem fog tudni önnek évszámokat mondani, de többször jártam a Mátrai erőműben, úgyhogy amit ott mondtam, azt továbbra is tartom. Természetesen is Kepi Lajossal. Is. A Kisvallán ezzel kapcsolatban feltette ezt a kérdést a Mátrai erőműnek, és onnan azt a választ kaptuk, hogy egy alkalommal 2015-ben járt ön ott. Ez csak nem 3 éve volt. Akkor rossz információt kaptak, többször jártam a Mátrai erőműben, és találkoztam a Mátrai erőmű vezetésével is. Időpontot most nem tudok mondani, de nem tudom, emlékszik, hogy melyik években lett? Hát abban a nehéz helyzetben vagyok, hogy mondjuk Horváth László képviselőtársammal ellentétben én annyira sokat járom a választókat, hogy nem tudom mindig megmondani, hogy évszám szerint hol voltam.